Az Európai Unióban újnak számító technológia és finanszírozási modell miatt kitüntetett figyelem övezte Szocsiban a tizedik Atomexpon a Paks 2 projektet. A konferencia jó alkalmat teremtett a tapasztalat cserére, a szakmai kapcsolatok kiépítésére és ápolására, mondta el Lenke István Pakson tartott sajtótájékoztatóján. A nukleáris ipar sereg szemléjén Süli János tárcanélküli miniszter vezetésével népes magyar delegáció vett részt és fontos tárgyalásokat folytatott lehetőségünk volt arra, hogy a miniszter úr vezetésével, paskettes vezetők, akik ott voltunk, közvetlenül tárgyaljunk Lihacsó úrral és a delegációjával. Több olyan dolgot megbeszéltünk, ami a Paks 2 működését, illetve egész pontosan az építkezést, a jelenlegi fázisú munkákat érinti, alapvetően itt a létesítési engedélyek kapcsolódó ügyeket. Ezt követően az Atomexpo különböző programjai vettünk részt. Az Atomexpo hétfői, illetve keddi programjában kerekasztalbeszélgetéseken beszélgetéseken tárgyalásokon voltunk. A kerekasztal beszélgetéseken néhány dologban el tudtuk mondani, el tudtam mondani a paskettővel kapcsolatos jelenlegi információkat, illetve volt tárgyalás közvetlen cégekkel, például a Rosszatom service ahol teljesen konkrét és egyértelmű szakmai dolgokról tárgyaltunk. Emellett azért is hasznos volt az Atom mert rengeteg kiállító volt, sok-sok vállalat, talán, ha jól emlékszem a számra, vagy 150 vagy annál több cég állított ki magát, tehát a standjaikon a cégekkel kapcsolatos információkat. Az Atomexpo azért is hasznos volt, mert több mint 150 nukleáris iparban érdekelt cég mutatkozott be a konferenciával párhuzamos kiállításon. Régi szakmai kapcsolatok ápolására és újak kialakítására is remek terep volt az Atomenergetika Szocsiban rendezett seregszemléje. A találkozó keretében másfél éves előkészítő munka után együttműködési megállapodást kötött a Rosszatom és a Magyar Atomfórum Egyesület. A megállapodást magyar részről Lenkei István, mint az Egyesület elnöke írta alá. Másfél évvel ezelőtt elkezdtünk az atomforumban egy olyan együttműködési megállapodást előkészíteni a Rosszatommal, amelyiknek a, amely megállapodásnak a lényege arról szól, hogy az atomforum cégei, most kb. 40 cég van a Magyar atomforum Egyesületben, gyakorlatilag mindenki, aki a, a nukleáris iparban meghatározó, hogy, hogy a, az atomforum és a Rosszatom közötti egyesség, Megállapodás értelmében együttműködünk oktatási, konferencia szervezési információ cserebere területeken. Ennek célja, hogy elérjék a 40%-os hazai beszállítói arányt, húzta alá Lenkei István. A Paks 2 atomerőmű vezetői elmondták, komoly sikerként élték meg Szocsiban azt, hogy a társaság interaktív kamionja bekerült az első ízben meghirdetett Atomexpo Awards jelöltjei közé társadalmi kommunikáció kategóriában. Arra inspiráltak minket ott is, illetve maga az elismerés is arról szól, hogy követendő példának tartják azt, hogy ez a jármű működik, tehát másoknak is szívesen lehet ezt ajánlani. Ugye a tájékoztató jármű 2009-ben indult, tehát nagyon érdekes, hogy összecseng az Atomex, első az, az Atomexpo és a járműnek az indulása, ugye csak az volt az oka, hogy előtte 2009. októberében indult Bodáról, hogy 2009. márciusában született meg ugye az elvi döntés arról, hogy elkezdődhetnek az előkészítő munkák, amiről még talán nem nagyon beszéltünk, hogy 2009-ben, amikor elindult Bodán ez a tájékoztató jármű, akkor a vezérigazgatót Süli Jánosnak hívták a Paksa bővítési igazgatót Lenke Istvánnak, a kommunikációs igazgató pedig jó magam voltam, tehát gyakorlatilag ez egy Velünk induló projekt volt, ami egy nagyon szép elismerést kapott. Az Atomexpo Awardsra jelölt interaktív tájékoztató kamion iránt nagy érdeklődés mutatkozott Pakson a Városnapján, ahol becslések szerint 1500-an látogatták meg, fűzte hozzá Mitler István. A sajtótájékoztatón az aktuális feladatokról szólt ejtve, Lenke István azt mondta, gőzerővel zajlik az engedélykérelem komplettírozása. Évvégéig szeretnék benyújtani a dokumentációt az Országos Atomenergia Hivatalhoz, eközben folyik a felvonulási területen tervezett munkálatok előkészítése, illetve ezzel párhuzamosan a Paks 2 szervezet fejlesztése a létesítési feladatok ellátása érdekében létre kell hoznunk olyan létesítési, létesítő csapatot, akik érdemben meg tudják ítélni, hogy hol, mikor, mi történik, és ezt a létesítő csapatot és a hozzátartozó ütőképes egyéb mondjuk így kiszolgáló szervezeteket is létre kell hoznunk, mert a jelenlegi szervezésben, szervezetben a Paks 2 alapvetően az engedélyezésre koncentrálódik. Nekünk van durván másfél évünk arra, hogy felkészüljünk a szervezeti átalakítás kapcsán is, arra, hogy a 2020-ban induló e, konkrét vődarásás építkezés munkáihoz olyan cég és olyan szervezeti felépítési cég legyen, hogy ezeket a munkákat is kézben tudjuk tartani. Ahhoz, hogy megfelelő készségekkel és képességekkel rendelkező szakembergárda álljon rendelkezésre, több intézkedés is történt. Ezek egyike a Pakskettő 2 Akadémia életre hívása ahol gyakorlatilag az az alap cél, hogy már végzett szakembereket egy továbbképzés keretében, szervezett továbbképzés keretében olyan módon képezzük, oktassuk nukleáris technológiához kapcsolódó tudományokban, aminek az eredményeképpen kedvet kaphatnak, kedvet kapnak arra, hogy, hogy hozzánk jöjjenek dolgozni. Ez, ez, az egyik ága a, a, a képzésnek. Van egy másik vonulata a képzésnek, ez, ez a, BAKS2, a, a, a miniszter alatt működő másik államtitkárság feladata, tehát a Becskázi, dr. Becskázi Attila által vezetett, mi úgy szoktuk mondani, hogy kerítésen kívül ügyekért felelős államtitkárság feladata. Ők azok, akik az építkezéshez szükséges, majdan szükségessé váló tágabb szakember képzésügyében intézkednek, illetve szervezik a, a, az ügyeket, például a Szexuális Szakképzési Intézettel. Különböző egyetemekkel megállapodásokat kötnek, illetve programokat készítenek elő. A PAKS 2 atomerőmű ZRT szintén együttműködik az egyetemekkel, főiskolákkal, illetve ösztöndíj programot indít. Utóbbi Mitler István reményei szerint arra is alkalmas lesz, hogy PAKSI és PAKS környéki fiatalokat tudjanak majd soraikban. Az egyetemekkel lesznek megállapodások, ezen kívül pedig a Humán Igazgatóság tervezi, hogy a az egyetemistákkal tanulmány ösztöndíjat is kötünk. Tehát, hogy akik első, másod, harmad évesek, azokkal ösztöndíjat kötni, támogatni a tanulásukat, támogatni abban, hogy gyakorlatra el tudjanak jönni hozzánk. Nyári gyakorlatot itt csinálják a Paks 2 és azt követően pedig, munka is biztosítom meg. Az atomerőmű beruházás sikere érdekében a Paks 2 Társaság együttműködési megállapodást köt az NVM Paksi Atomerőmű Zrt-vel is. Alapaxiómának számít természetesen, hogy egy jól működő Paks egy nélkül nincs Paks 2. Ebből adódóan is, meg a múltunkból adódóan is, meg a kötődésből adódóan is, meg a szakmánkból adódóan is, meg abból adódóan is, hogy a, ez a nukleáris szakma Magyarországon viszonylag szűk kört érint. Teljesen egyértelmű, hogy csak együttműködéssel lehet új és jó atomerőmű blokkot építeni, és mindig kiszoktam hangsúlyozni azt, hogy a, ez az együttműködés nem szabad, hogy sértse azokat az Európai Uniós előírásokat, elvárásokat, amelyek, amelyek tavaly évben születtek meg. ami a, az együttműködésnek csak a módját e, határozza meg, a minősége az rajtunk múlik. A módja pedig nyilvánvalóan szerződéses alapon, meghatározott módon, tehát ahogy, a, ahogy a, az uniós elvárások ezt tőlünk elvárják, de a konkrét munkákban is most is vannak olyan, olyan jellegű feladataink, mind az instruktorképzés kapcsán, mind egyéb munkák kapcsán, ahol a a Paks egy, mint vállalkozó cég, a közbeszerzési szabályaink szerint, mert nekünk minden egyes munkát gyakorlatilag közbeszerzéssel kell megszerződnünk. A szabályai szerint a Paks egy ezeket a munkálatokat, a munkákat végzi. Nagyon szoros az együttműködés, és van egy Paks egy Paks 2 közötti együttműködési megállapodás, ami sok területet és sok konkrétumot sok területet fed le és sok konkrétumot tartalmaz, ennek az aláírása részemről már megtörtént, jelenleg a paksegyes vezérigazgató kollégámnál van, ők is rövid időn belül aláírják, és akkor ez is egy, egy konkrét jogi alapot teremt arra, hogy hogyan működünk együtt. De, de én azt hiszem, hogy a napi életből is látható nap mint nap talán a városban is látható az, hogy, hogy teljes az együttműködés. Habár a kerítésen kívüli ügyek nem tartoznak szorosan a Paks 2 atomerőmű ZRT feladatkörébe, ebbe a munkába is bekapcsolódnak a cég szakemberei, és segítik az e feladatért felelős államtitkárság, illetve a város önkormányzatának munkáját.